Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége, nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes úr. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, és köszöntök mindenkit. Esperes úr, a napokban talán a egyik legnagyobb egyházi ünnepkör napjait éljük, hiszen közeleg a húsvét. Ugye ezt az ünnepkört az egyházak, a különböző felekezetek egy kicsit másképp ünneplik. Mi is a húsvét a református egyházban? Nagyon jó a fölvezetés, hogy valóban a legnagyobb ünnep, sőt, inkább így mondom, hogy az origója minden ünnepnek. Hát ezt a kedves televíziót figyelők, és lehet, hogy ön se tudja, hogy a legelső ünnepe, és a legszentebb ünnepe a húsvét volt a keresztényeknek. Karácsony még sehol nem volt. Pünkösd még sehol nem volt, amikor már hétről hétre az Úr napján, amit mi vasárnapnak mondunk, de valójában az csak már egy hozadéka, egy eredménye annak, hogy a kereszténység megalakulása Magyarországon, a Magyar Királyság területén azért sajátos fölülről és nem alulról történt, és a fölülről való szervezésnek az eredménye az lett, hogy 10 falu épített egy templomot, és mivel mentek a vasárnap az úrnapján a templomba, egyúttal vitték magukkal a kis eladnivalót, és a mise után rögtön lett vásár is. És így a magyar ember általában a hasával és az anyagi forrásokkal gondolkodik. Lásd, húsvét, majd ezt is elmagyarázom. Éppen ezért az úrnapjából, a feltámadás napjából lett vásárnap, azaz vasárnap. Tehát az első ünnep az mindenképpen a feltámadás volt, mert hogy ez a feltámadás a Jézus történetnek, az evangéliumnak, az Isten és ember kapcsolat helyreállításának, annak az örvendetes üzenetnek, hogy Isten megkönnyörül az embervilágon, szeretés és az üdvösségét akarja, nem lemond róla, hanem fölemeli, és visszaengedi térni a maga családjába. Ennek a kulcs momentuma a feltámadás. Mert Jézus Krisztus kereszt halála, amit mi engesztelő áldozatként tartunk nyilván az evangéliumok alapján, hiszen a bűnért büntetést kell elhordozni, de senki nem képes a saját maga bűnért elegedő büntetést elhordozni, hiszen szóval, tettel, cselekedettel, mulasztással napról napra nő a bűn adósságunk az Isten törvényei szentségével szemben, és nem tudunk annyi jót tenni. Nincsenek felesleges jó cselekedeteink, senkinek nincsenek, hogy azt mondhassa, hogy én már annyira elegetettem, hogy van még néhány zsákkal, ezt kölcsön adom bárkinek. Mindenki a saját maga bűneiért sem tud eleget tenni Isten törvénye szerint, ezért egy tökéletesnek kellett, magának, egy istenének kellett, egy hibátlannak feláldoztatnia. Ez volt a nagypéntek. De a nagypéntek, a kereszthalál, egy áldozati halál igazából amellett, hogy egy csodálatos és hatalmas és utánozhatatlan, de mégiscsak a feltámadással lett igazolva. Tehát erre mondta azt, vagy erre mondja azt a teológia, erre mondja azt a Biblia alapján a mi tanításunk, hogy az Atya a fiú áldozatát a feltámadással igazolta. Tehát az, hogy meghalt Jézus Krisztus, azzal, hogy feltámadt, új életre kelt, újra élt, ezzel bizonyult, hogy Isten ezt az áldozatot, ezt a tökéletes áldozatot elfogadta. Helyettünk, miattunk érettünk. Tehát, hogy egy kicsit próbáltam érzékeltetni, hogy a húsvét, és ugye mikor volt a feltámadás, harmadnap, péntek, szombat, vasárnap. Tehát az úrnapja, a feltámadás napja, nem véletlen, hogy például a szláv nyelvekben a Vaskresenje, az feltámadást jelent az oroszban. Ők megtartották, nekünk pedig ez az áthallás, ez a vásárnap, vasárnap egy kicsit nehezíti a megértést, és ezért úgy gondoljuk, hogy egyszer ünnepeljük egy évben, ami most ránk vár, de valójában minden vasárnap, minden úrnapján ünnepelték az első keresztények.
a feltámadást. És csak ebből deriválódott, ebből lett következtetve, hogyha ez a csodálatos feltámadás, ugye nagypéntekkel egyetemben, tehát a tökéletes áldozat és a feltámadás Jézus Krisztus személyéhez köthető, akkor mégiscsak a Jézus Krisztus személye is fontos, és ezért érdekes volt, hogy mikor születhetett meg. És 300 évvel később kanonizálták, hogy nem értünk vele egyet értelemszerűen, hiszen eltelt már 2000 év, de mindegy, kitaláltak egy olyan időpontot, amikor a leginkább lehetett azt mondani, hogy Jézus megszületett. Mi ezt nagyjából sejtjük, hogy nem december 24 volt az este, hiszen éjszaka kint voltak a pásztorok, téli időben a pásztorok nyájjal nem igen vannak kint, és azért a mai Izrael területe sem trópusi, tehát biztosan hideg volt, tehát valószínű, hogy inkább ez ilyen nyári időben lehetett, július-augusztus környékén, de minden esetre a feltámadás miatt, a húsvét miatt kezdtek el gondolkodni Jézus élettörténetének egyéb eseményeit. És a másik sátoros ünnepünk, a pünkös pedig pont arról szól, hogy 50. nap a feltámadástól. Pentekoszté, ez azt jelenti szó szerint a görögből átvéve, hogy 50. Tehát mindennek az origója, forrása a húsvét. Ezért nem eufémizmus azt mondani, hogy a legnagyobb ünnep. A legnagyobb ünnep, mert minden ehhez képest pro és kontra szerepel a mi gondolatunkban. És az ünnepekre készülni szoktunk, hiszen nem csak egyik napról a másikra éljük meg ezeket az ünnepeket, a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére is hosszú időn keresztül készülődünk, és gondolok itt, tehát különbözőképpen készülődünk. Igen. Rá, ugye másképpen készülődnek a katolikus hívek, a református hívek, másképpen készülődnek azok az emberek, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem. A református egyházban a református hívek hogyan készülnek? Hát ez részben igaz, hogy másként, hiszen hát hogyan készülünk egy csúcs meghódítására? Hát hogyha az ünnepkörünknek, az ünnepes életünknek a maximuma, a legfelsőbb szintje a húsvét, akkor nyilván az egy csúcs. Hogy lehet fölmenni egy hegyre? Hát meg lehet próbálni úgy, hogy kalandvágyból az ember mindenféle eszközök, accessoárok nélkül megpróbál fölmenni, teszem azt a kékesre, hát meglepetésben lesz része, mert az 1000 méter is elég magas. Éppen ezért a bölcsember fölkészül. Ennek az előkészületnek sok minden a része, ezt mi egyetemesen úgy hívjuk, hogy bőjt. Ezért mondom, hogy tulajdonképpen ez általános, hiszen a bőjt, ez a nagy bőjt, ez a 40 napos előkészület, csúcsra való fokozatos följutás, ez ugye 6 hét, az számunkra is ugyanaz, mint egy katolikus testvér számára, ám bár itt különböztessünk meg római katolikus, görög katolikust és református katolikus, mert mindannyian katolikusok vagyunk, egyetemesek, felekezetileg meg különböző az elnevezésünk. De ugyanaz a helyzet, mert mi is készülünk. Ennek a mi olvasatunkban, ugye mi mindig a Bibliát veszük alapul, tehát nekünk van egy könnyebbségünk, hogy nem kell kitalálni új dolgokat, hiszen elég jól ki vannak találva. Ugye a Bibliában mi a bőjt? És akkor van egy ilyen bibliai ige, hogy én azt a bőjtöt szeretem, mondja az Isten. Egy bibliai igében, Ézsaiásnál. Amikor a szíveteket megszaggatjátok, tehát nem ruhát, azaz nem külsőségek vannak. Persze a bőjtnek, a tisztítókúrának, a lemondásnak vannak testi dolgai. Hát ha valaki úgy gondolja, hogy neki az étkezés, az italozás, a dohányzás, vagy a szó, a beszéd, az ártalmas, de sokat beszél, feleslegesen, akkor tartson szóbőjtöt. Tartson alkoholtilalmat. Tartson hústól való megtartóztatás. Nem véletlen, hogy a magyar nyelven, ahogy mondom, mi a hasunkkal gondolkodunk, mert hogy a feltámadás napját, ugye mi drága őseink, akik mindig is szerették a húst, jól tették, én magam is azt hiszem, hogy ebben nem maradok le az ősöktől, úgy számoltak, hogy a 40 nap után végre lehet enni húst. Ezért a bőjt előtti napot úgy nevezték el, hogy hús hagyókedt. A latinban ez carne vale, viszlát hús,
innen van a karnevál szó, aztán eltelik 40 nap, és jön a húsvét, végre megint tehetek húst. Tehát ebből az intervallumból ez maradt meg a magyar ember gondolkodásában. Mi viszont a Biblia alapján azt mondjuk, hogy a megtartóztatás ezen isteni rend alapján, hogy nekem az a böjt tetszik, ami nem csak külsőség, az is lehet, de elsőrendben belső dolog, éppen ezért ez egy lelki zarándoklat számunkra. A református ember, tehát egy lelki zarándoklatot tesz, egyre jobban közeledik a csúcshoz. Éppen ezért vannak istentiszteletek, van úrvacsorázási lehetőség, bűnbánati alkalom, vannak elcsendesedések, kontemplációra alkalmak, lehetőségek, és szépen így haladunk el a csúcsig. Tehát a böjtben elsőrenden a lelki dolgok a fontosak, és a lelki dolgokban azért ott vannak a gondolatok, ott vannak a vágyak, ott vannak az indulatok, ezeknek a kezelése. És ehhez pedig tökéletes egy istentisztelet, tökéletes egy bibliaolvasás, tökéletes egy imádság. Tehát ez intenzív kúra, intenzív rákészülődés. Ez jellemző nálunk reformátusoknál. A rákészülés, a felkészülés után, a lelki felkészülés után elérkezik az ünnep. Egyházon belül milyen szertartásai vannak ennek az ünnepnek? Hát nekünk van egy előnyünk, ami egyúttal a hátrányunk, hogy intenzívebben csináljuk ugyanazt. Tehát nekünk az ünnep az nem arról szól, hogy valami más csinálunk, hanem koncentráltan, intenzívebben. Hadd mondjak erre egy példát, mi minden vasárnap, legalábbis én, vagy mi, feleségemmel mondhatom, hogy a napi igét szeretjük elővenni. Hát abból indulunk ki, hogy ha mondjuk van 500 ember, aki Bibliát olvas ebben a városban, többen vannak, de legyen 500, ha nincs semmiféle itiner, nincsen semmiféle útmutatás, akkor mindenki úgy olvassa, hogy éppen neki jól esik. Éppen ezért nem csak mi, de mi először reformátusok, tudják, hogy az ige egyházának tartjuk magunkat, de van evangélikus, meg van római katolikus ige naptár, vagy vezérfonál, vagy olvasókalauz, ahol minden napra van egy etap a Bibliából. És mi úgy gondoljuk, hogy legalább az a néhány ember hasonlót olvas, akkor annak segítünk megérteni. Mert hát 2000 évvel, 3000 évvel ezelőtt íródtak, tehát az ómagyar Mária síralmat is meg kell magyarázni, nemhogy egy 2-3000 évvel ezelőtti dolgot. Erről prédikálunk. Na most azért másabb egy ünnep, mert ebből a ritmusból, ebből a úgy hívjuk, hogy lekció kontinuál, ebből a folyamatos olvasásból kiszed bennünket, oda fókuszál, és azt mondatja velünk, hogy na most erről tessék beszélni. Tessék a böjtben beszélni a bűnbánatról, erről a lelki megszaggatottságról, lelki önmegtartóztatásról, tessék erről prédikálni. Tessék beszélni a virágvasárnapról, a Krisztus bevonulásáról, akármit ad eléd a nap ége, erről kell beszélned, és beszélj a nagy hétről, és a nagy héten beszélj nagy csütörtökről, beszélj a nagy péntekről, a nagy szombatról, és beszélj a húsvétről, a feltámadásról. Tehát az ünnep koncentrálja a gondolkodást, oda irányítja a fókuszt arra, ami egyébként benne van a Bibliában többször is, de most ez a legfontosabb. Ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy tartok egy tudományos konferenciát, és annak megadja a témáját, és azt mondja, hogy mondjuk egy mezőgazdasági témájú, egy agrár témájú konferencián, mondjuk a talajhőmérséklet. Akkor onnantól kezdve mindenkinek, akár hányan jönnek, erről kell beszélni. Mert egyébként tudnának minden máshol is, de abban a helyzetben oda vannak kötelezve. Éppen ezért mi most csak erről beszélünk. És ez az, ami ilyen koncentráltan és reménység szerint lényegre törően az ünnepnek a lényegét fölvetítik, vagy fölhozzák a felszínre.
Ahogy telik az idő, telnek az évszázadok, és változnak az emberek is. És ezek az emberek másképp élik meg az ünnepeket. Most a 21. században vagyunk. Ön hogy látja, a 21. század embere, akár ezt a húsvétot, akár más ünnepet, de most itt koncentráljunk a húsvétra. Hogyan éli meg, mennyire fontos a 21. századi ember életében ez az ünnep? Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy önmagában az ünnep fogalmát szerintem ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük, és így ezt a fajta konszenzust, hogy mennyire fontos mondjuk a húsvét ünnepe, az azért lehetetlen megalapozni, vagy kinyilvánítani, mert hogy különböző maga az ünnep fogalma. Mert kinek mi az ünnep? Hát van, akinek az az ünnep, hogy nem találkozik emberekkel. Ezért fogja magát, és elmegy egy csodálatos túrára, elmegy egy wellnessbe, ez az ünnep. Van, akinek az az ünnep, hogy együtt van a családdal. Összehívja a családot, főznek, sütnek, boroznak, söröznek, énekelnek, ez az ünnep. Van, akinek az az ünnep, hogy fölöltözik szép ruhába, és elmegy egy alkalomra. Tehát az a fajta egységes, akár több száz évvel ezelőtti élet, ritmus, amiben az volt, hogy a hétköznapok után jön az ünnep, és az ünnepnek része az, hogy elmegyünk megünnepeltetni az ünnepnek a lényegét, ez egy közösségben tesszük, ez már múlt idő. Ráadásul 21. század a technológia áldásai és átkai egyaránt ott vannak az egyházi és az ünnepes fölfogásunkban, mert ha valakinek van ünnep ről vagy ünnepléssel kapcsolatban vágya hallgatni egy jó előadást, nem feltétlenül egy Isten tiszteletet, nem feltétlenül egy igehirdetést, akkor a mai modern technológiával oda tudja egészen a hálószobájáig vinni, vagy egy nappaliban, köpenyben és kávét kavarva, és meghallgathatja. Tehát a mai világban igazság szerint nem azzal kell foglalkozni a például egy lelkésznek nekem jelen pillanatban, hogy általánosságban próbáljak az ünnepről szólni, hanem egyszerűen akiknek arra van vágyuk, igényük, hogy ezt egy templomban tegyék meg, ezt egy gyülekezeti közösségben, akkor arra kell fókuszálni, hadd mondjam konkrétan, nem szoktam beszélni erről, mert egyrészt én magam egy kuruc ember vagyok, de amúgy is. Tehát nem szoktam arról beszélni, hogy miért nincsenek itt a többiek. Hát mert nincsenek. Mert nekik más a prioritás. Attól még nem rosszabb emberek. Nem biztos, hogy kevésbé érzik magának az ünnepnek a leglényegét a sajátjuknak. Másképp élik meg. Pont azért, mert egyébként egész nap emberek között vannak, egész nap kommunikálni kell, egész nap interakcióban vannak, hát ők a maguk csendességében, hát Jézus is elvonult, hát akkor miért ne lehetne elvonulni? Tehát igazság szerint a felhígult világban szerintem mindennek megvan a helye, mindennek megvan a rendje, nekem egy dolgom van, nekünk egy dolgunk van, hogy akik viszont erre vágyódnak, azok megkapják a legjobbat. A leginkább olyat kapjanak, amire azt mondják, hogy ezért érdemes volt. Én így készülök. Ugye az ünnepek, és itt a húsvét ünnepe is, illetve hagyományai, a családban generációkról generációkra hagyományozódik, és ugye pedagógusként mondom ezt, hogyan lehet a gyerekeknek pedagógusként elmesélni, elmagyarázni, vagy megértetni, hogy mi magának a húsvétnak a lényege, ennek az ünnepnek a lényege? Hát csak őszintén, már ez azt jelenti, hogy ha valakinek nem koherens az, amit mond, akkor kedves kolléga, mert én is pedagógus is vagyok, tehát ha nem a miénk a szöveg, hanem idegen a szöveg, ha magunk nem mostuk át saját magunkon, tehát nekünk ez nem fontos, akkor innentől kezdve az pont olyan lesz, egy száraz előadás. Ugye ezt annak idején Fábri mondta,
hogy ugye 60-as években olvasott ilyen hirdetést, hogy angol órát adok-veszek, tehát amikor valaki kezdő tanárként nem csak tanított, hanem tanult is, el kell oda jutni, ha valaki erről akar beszélni, hogy a saját élményeit mondja el. Tehát az, hogy van egy történeti kerete, ezt el lehet olvasni a Bibliából, Wikipédia, mindent be lehet gyűjteni, és nagyon szépen el lehet a hagyományokról, a népszokásokról, hogy a második nap elmentek a locsolni, mert tavasz is volt, és a tavaszt is meg kellett ünnepelni, mert egyébként a húsvét nem tavaszra lett helyezve, hanem Jézus tavasszal támad föl. Tehát itt az, hogy később a tavasz ünneplése is rakódott erre az ünnepre, hát az emberek boldogok voltak, hogy nem csupán arról hallottak, hogy van feltámadás, tehát nincs orvosság a halál ellen, de van megoldás a halálra, emellett pedig azt látták, hogy a természet is megelevenedett. Na most ez a kettő együtt szimbiózisban volt, aztán elvált, és lett egy ilyen egyházi dolog, meg lett egyébként a tavasz ünneplése. Tehát, hogyha valaki erről beszél, akkor beszélhet ezekről is, ezekről a hagyományokról, a tavasz hagyományairól, egészen addig, ameddig nem sajátja ez a hit. Ameddig nem tud arról beszélni, hogy ez engem is annyiban érint, hogy az én életem a két részből áll, a földi, materiális, evilági, aminek megvannak a korlátai, hiszen időben élem, és az időnek van egy sajátossága, nem örök. Tehát ezt tessék elfelejteni, hiszen maga a világegyetem is kezdődött valahol, és véget is ér. Nagy bum, nagy recs. Ha csak erről ennyit mondok már, akkor nagyjából lehet sejteni, ez tudományos dolog, egy kozmológiának a dolga. Ez a Bibliában sokkal hamarabb le lett írva, hogy kezdetben, tehát hogy elindult a háromdimenziós történelem, és új eget és új földet teremt az Isten. Tehát lesz egy vége is ennek, egy apokaliptikus vége lesz ennek a mostani emberi történelmnek. És ebben a kérdésben, hogy lesz-e utána valami, na erre ad választ a húsvét. És ha én ezt értem és hiszem, és az enyém, akkor én tudok arról beszélni, hogy nem rettent a halál. Nem félek a haláltól. Persze, kegyetlen a halál. Gyűlöletes a halál, hiszen véget vet annak, amivel nagyon sok szép van. De én úgy élek, hogy ugyanakkor a lelkem az nem halhat meg. Az a lélek, ami bennem van, ami igazán engem azzá tesz, aki vagyok, mert miközben öregszek, miközben változok, akközben mégis én lehetek örök fiatal, mert a lelkem örök fiatal. És az én érzéseimet nem változtatja meg a kor. Nem lesz korosabb a szeretetem. Nem tud. Valahogy az egészen másképp működik, mert van lelkem is. Na, annak a sorsáról beszél a Biblia, és annak a sorsáról beszél a húsvét. Hogy ahogy Jézus föltámadt egy új testben, és ez is a Bibliában benne van, hogy újfajta testben, hiszen át tudott menni falakon. Nem volt előtte bezárt ajtó. Azt mondja a Biblia, hogy hasonlóképpen támadnak föl. Ő az első zsenge, ő az első példány, de hasonlóképpen támadnak föl azok, akik majd az utolsó ítéletkor, mert hogy lesz ítélet, az ítélet nem csak rosszat jelent, nem kell megijedni, mert az is egy ítélet, ha már pedagógussal ülök szemben, hogy valakinek ötösre ítélem a dolgozatát, valakinek meg egyesre. Az egy ítélet, ez egy döntés. Amikor én hiszek, akkor abban benne van az a zálog, hogy én az örök életre fogok föltámadni. Kapok majd egy új testet, és az én megtisztított vágyaktól, indulatoktól, a gonoszságtól megtisztított lelkem viszont ebbe az új testbe belekerülve örök boldogságban élhet azokkal, akiket én mindig is szerettem. Ha ez az enyém, akkor úgy beszélek a húsvétről. Akkor nem azt mondom el, hogy amit egyébként ilyen tanóraként, alapinformációkat, hogy a húsvét kiszámításának a módja, a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni első, tehát ezeket el lehet mondani, ezek mind adatok, információk, de ha nincs bennem a húsvéti hit, akkor az teljesen felesleges.
Igen, ezek a száraz adatok, ezt meg lehet attól nem tanítani, de a húsvétnak az igazi és lényege. És ez egy néprajzi dolog, meg a húsvétnak a adatolása, tantárgyi földolgozása, persze lehet, hogy a Nisan hónap 15-dik, ezeket minden lehet mondani, nagyon jól is néz ki, amikor valaki okosnak tűnik, csak éppen semmi haszna nincs. De voltak éppen a húsvét lényege, hogy Jézus feltámadásával győzedelmeskedett a halál felett. És nem csak ő. Tehát ez a lényeg, ezért mondtam, tehát hogy szoktunk, ugye március 15-dik a hősök, hogy a mártírok, hogy miket tettek ők, és hozzátesszük, reméljük nekünk sose kell. Hát nem. Hát most őszintén ki az, aki miközben arról hall, hogy október 23-án volt egy csodálatos forradalom 1956-ban, de utána lőttek. Hát ki az, aki azt mondja, hogy de jó lenne ma is egy ilyen forradalom. Köszönöm szépen, én itt leadnám a szerelést, én nem nagyon kívánok golyófogónak beállni. A húsvét üzenete más, mert arról van szó, hogy Jézus föltámadt, és van egy ilyen énekünk, hogy ő él, és mi is élünk. Tehát ez egy, ahogy mondtam, hogy ez a feltámadás himnuszát érdemes elolvasni, az 1 Korintus 15, ott van, hogy az egésznek az adatolása, okadatolása, hogy miért történt, és utána pedig hozzá van téve, hogy és ez vár ránk, ha hiszünk ebben, ha ezt elfogadjuk, ha én nekem itt van egy óra a kezemben, ezt a diákoknak szoktam mondani, és én ezt leveszem, és odaadom valakinek, az mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, nem. Mondhatja, nem lesz órája. Az, hogy nekünk van egy ilyen ajándék, ugye ezért van, hogy ha hiszel benne, ez egy ajándék. Hihetsz benne. Ha elhiszed, akkor onnantól kezd a tiéd. Tehát így van az, hogy nem mindenki föl fog támadni, mert ez benne van a Bibliában, hogy van feltámadás. Tehát amikor mi a temetésen elmondjuk, hogy feltámadás van, azt ne úgy tessék érteni, hogy mi automatikusan mindenkit üdvözítettünk, hanem csak arra hívjuk a figyelmet, hogy mindenki fel fog támadni, kivétel nélkül. Csak ezután jön ez a bizonyos ítélet, hogy balra vagy jobbra. Örök élet, örök kárhozat. És ennek az egésznek a döntési alapja, hogy elfogadtam-e, amit kaptam, van rá x évem, hogy higgyek ebben. Ha ezt elfogadtam, akkor örök életem van. Akkor enyém is a feltámadás. Én is győzök a halál fölött. És a húsvéti ünnepkör a pünkösde zárul. Én tulajdonképpen a mennybe menetellel, tehát a mennybe menetel már a pünkösdi. Ugye ez egy határvonal, ezt így szoktam mondani, hogy amikor megyek föl egy hegyre, ha nem álltam meg, utána már lefelé megyek a hegyről, tehát a csúcsnak van egy ilyen értelme, hogy fölfelé is, meg lefelé is vezet, egy valaminek a vége, meg valaminek a kezdete, és a mennybe menetel, a visszamenetele Jézusnak, a mi megváltónknak, mert onnan származott, odavaló, az egy határvidék. Tehát addig mentünk fölfele, húsvéti ünnepkör véget ért, és ugyanazzal a mozdulattal elkezdődik. Ugyanazon a pillanaton elkezdődik a pünkösdi ünnepkör, az egyház, az Anya Szent Egyház ünnepköre. Esperes úr, ha most innen a televízió stúdiójából üzenni kéne az ünnepi alkalomra az embereknek, legyen az hívő ember, legyen az nem hívő ember, mit üzenne? Hát azt üzenném, hogy mindenki találja meg ebben az ünnepben azt, ami erőt ad. Lehet, hogy ez egy találkozás valakivel, egy közösségben egy ilyen ünnepi alkalomnak az átélése. Azt kívánom, hogy mindenkit tápláljon ez az ünnep lelkileg. Ez egy örömünnep. Tehát, hogyha anélkül ér véget, hogy valamiféle örömünk lenne, akkor nem jól csináltuk. De rengeteg bajunk van, rengeteg nyomorunk van. Anyagi megélhetési, családi, párkapcsolati, gyereknevelési. De ha úgy telik el az ünnep, hogy nem volt örömünk benne, akkor ne az ünnepet, és ne az ünneplőket károsztassuk, hanem akkor velünk van gond.
Tehát tessék rákészülni erre az ünnepre, és tessék elfogadni az összes ajándékát. Én nagyon boldogan várom az ünnepet, mert találkozhatok olyanokkal, akikkel lehet, hogy nem nagyon szoktam, hiszen mondjuk egy hétköznapi vasárnap nem biztos, hogy járnak templomba. Ilyenkor azért szép számmal vagyunk, találkozhatok gyerekekkel, hallhatom a műsorukat virágvasárnap, együtt úrvacsorázhatok azokkal, akik testvéreim a hitben. Tehát annyi lehetőség van, együtt lehetek a családommal. És most nem kell senkinek se hivatkozni arra, hogy most mennyi munkája van, mert ez most nem az az idő, amikor húsvétban nem dolgozunk. Legalábbis mi igen, de ez nekünk nem munka, hanem szolgálat. Együtt lehetünk. Hát szerintem bőséggel van. Természet tényleg megmutatja a szebbik arcát. Nem lesz nagyon ilyen szép még. Talán május még hasonló, tehát április-május. Utána viszont elkezd a nap erősen dolgozni, és kiéget mindent. Annyi szépség van, és annyi minden örömteljes dolog az, hogy nem háborúban vagyunk. Hát azért nem messze tőlünk, elég rendesen írtják egymást. Az nagyon nagy baj. De mi nem. Nekünk itt megvannak az élet lehetőségeink, az egzisztenciális lehetőségek. Hát nem tele vagyunk öröm lehetőséggel? Úgyhogy hát én azt kívánom, hogy majd húsvét harmadnapján mindenki azt mondta, hogy azért volt örömöm ebben a szép ünnepben. Esperes úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, és kívánom, hogy sok-sok örömben legyen részük az ünnepi készülődésben és az ünnepek alatt. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra.